Áld és békességet kívánok a mai vasárnap az apostolok cselekedeteiről írt könyv első fejezetéből, a 6. verstől a 9. versig terjedő szakaszt olvasom. Amikor együtt voltak, mármint a tanítványok a feltámadott Jézussal, megkérdezték a tanítványok tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Az elmúlt hetekben a bibliaolvasó kalauzunk szerint a János evangéliumát olvasva kísértük végig Jézus életének eseményeit, csodáit, tanításait. Ezen a héten befejeztük az evangélium olvasását, és nagyon örülök annak, hogy a bibliaolvasó kalauz szerkesztői az apostolok cselekedeteiről írt könyvet jelölték ki a folytatásra. Úgy van értelme akármelyik evangéliumot olvasni ugyanis, hogyha rögtön a befejezése után feltesszük a kérdést, mi lett ezután a tanítványokkal? Folytatódott-e a történet, lett-e valamilyen hatása Jézus szavainak, példájának, a vele történt csodának, a feltámadásnak? Vagy ez az egész Jézus mozgalom szépen elcsitult, a korábban oly lelkes tanítványok szépen visszasonfordáltak eredeti szakmájukhoz, néha még álmodtak a mesterrel, néha még át és átjárta őket egy gyógyítás, egy feltámasztás tanújaként érzett földön túli érzés emléke, valami megmagyarázhatatlan melegség, valami megmagyarázhatatlan erő, amit ilyenkor éreztek. Aztán az emlékek halványultak, az érzések fakultak, és az élet szépen visszatért a megszokott kerékvágásba, ahogy ez lenni szokott. Nos, az apostolok cselekedeteiről írott könyv éppen ezekre a kérdésekre ad választ. Nyilván mi, akik 2000 év távlatából már ismerjük a válaszokat, tudjuk, olyannyira nem az előbb feltételezett irányt vett a történet, hogy éppen az ellenkezője az igaz. Nem, hogy elcsitult volna a mozgalom, hogy így nevezzem, ami Jézus nyomán a történelem egy adott pontján, adott helyén felbolygatta egy kis nép életét, hanem az egész világon rekordgyorsasággal terjedtek el Jézus tanításai. Ennek eredményeképpen a ma nyugati, keresztény civilizáció alapja is ekkor tevődtek le, a Jézust követő évtizedekben, évszázadokban. Igen, az első tanítványok és az első gyülekezet tanúságtétele következtében. Ez innentől történelem, mondhatjuk, aminek tényei nem képezik vitatárgyát ma már tudományos körökben sem. De aki figyelmesen hallgatta a felolvasott szakaszt, annak feltűnhetett valami, ami egy kicsit ellene mond az eddig elmondottaknak. A felolvasott szakaszban a tanítványok, mintha még nem ilyen céltudatos, bátor embereknek tűnnének. Sőt, inkább azt mondhatnám, hogy olyan fogalmuk sincs arról, hogy mit tegyenek típusú emberként vannak előttünk, akik továbbra is csak várják a csodát. Emlékeztek? Ezt olvastuk, amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát, Izrael királyságát? Hát mit jelent ez a kérdés, vagy pontosabban mit árul el ez a kérdés? Azt, hogy a tanítványok még ekkor sem voltak tisztában Jézus küldetésének értelmével, pedig már tanúi voltak az ő feltámadásának, de még mindig csak földi perspektívában gondolkodtak, persze ami teljesen érthető, hiszen emberek voltak. Izrael királyságának, országának a helyreállítása a fejükben azt jelentette, hogy végre vége lesz már a római elnyomásnak, vége lesz a képmutató farizeusok, írástudók hatalmának, és végre eljön a béke korszak a népükre, újra lesz
államuk újra az Ószövetség kori büszke, gazdag, sikeres országuk lesz. Minden ez irányú vágyuk teljesen jogos, igaz és nemes. Egyetlen hazafi sem kiválhatna más nemzetének, mint amit a helyreállít kifejezés takar. Valami, ami egykor jó volt, de elromlott, eltorzult, az helyreállítódjon. Mikor állított helyre, kérdezik Jézustól, mikor építed újra? Milyen nemes gondolat. Egykor jó volt, szép volt, legyen minden ilyen újra. De vajon reális gondolata ez? Biztos, hogy ez kell, hogy legyen az élet célja? Biztos, hogy a régit kell helyreállítani? Biztos, hogy a régen jobb volt, igaz? Vajon a régiek nem ugyanezt gondolták a még régebbiekről? Akár emlékezhetünk egy bibliai történetre, amikor az Egyiptomból kiszabadult és pusztában vándorló nép az első nehézségre visszavágyik a fogságba, mondván, hogy akkor jobb volt. De amikor a fogság volt, akkor meg azért könyörögtek, hogy annak legyen vége. Anélkül, hogy kétségbe vonnánk a tanítványok tiszta szándékát, mondjuk ki, éppen annak az erőnek álltak ellent kérésükkel, ami Jézus egész földi munkáját, majd csodálatos feltámadását jelentette. A mindent megváltoztató, a mindent új dimenzióba helyező, a mindennek új értelmet adó jézusi örökséget akarták a múlt szolgálatába állítani. Egy kissé furcsa mondattal úgy tudnám ezt kifejezni. Azt akarták, hogy minden olyan legyen, mint régen, csak persze sokkal jobb. És pont ezzel a furcsa, elsőre kicsi zavaros mondattal lehet tényleg a legjobban leírni azt az emberi gondolkodásmódot, ami jellemezte szinte ösztönösen a tanítványokat. Persze nem csak őket. Akármilyen kor Jézussal találkozó embere hasonló érzésekkel, vágyakkal szembesül, mint a tanítványok. Ugyanis hasonló múlt megújulási vágya támad az embernek akkor, mikor megéri életében, hogy az ember és az isteni valóság találkozik egymással. Legyen olyan, mint régen, csak sokkal jobb. Isten jelenlétében az ember megérzi ugyanis, hogy lehet jobb. Ez történt a tanítványokkal Jézus jelenlétében, amikor láttak halottakat feltámadni, bénákat újra mozogni, némákat újra beszélni, testüket áruló asszonyokat megváltozni, sírni bűneik felett, reménytelenségbe kövült embereket újra élettel megtelni. Azt kezdték érezni a tanítványok, hogy ilyennek kéne lennie a világnak. Hogy ez a valami olyasmi lehet, amire mindenki vágyik ott belül. Akár azt is mondhatnánk, ilyesminek képzelte Isten az emberi létet. Soha nem lezártnak, soha nem reménytelennek, soha nem tehetetlennek, soha nem egyirányúnak. Hát persze, hogy ezt akarjuk, legyen mindig ilyen. És ezt a megtapasztalt isteni dimenziót az ember ösztönösen elhelyezi az ismert világ keretei közé. De az ismert, az mindig csak a múlt lehet, hiszen azt ismerjük, azt éltük már át. Számukra tehát az országuk, népük múltja jelentette az ismert kereteket. Tudták, hogy milyen dicső múlt van mögöttük, ami igaz mára már megkopott, de hát akkor jöjjön a dicső múlt 2.0-ás verziója, újra a régi nemzeti dicsőség, újra büszke nép legyenek a feltámadott Jézus vezetésével. Legyen ő a nagy helyreállító. De aki ismeri a történelem tanítását, az tudja. Nem lehet a sok száz évvel ezelőttit megújítani, hanem mindig a mostani lehetőségekből kell a legtöbbet kihozni. De jó volt Mátyás király idejében, mondhatjuk mi magyarok. Nosza, legyen ma is olyan jó. Csak az a fránya megváltozott világ ne lenne, ugye? Azonban van ennek az éremnek egy sokkal személyesebb oldala is, amit részben már érintettünk az előbb. Vajon tényleg olyan dicső-e a múlt,
ahogyan azt mi látni szeretnénk. Azt hiszem, hogy egyénre lebontva könnyebb erre válaszolni, mint egy közösség tekintetében. Egy népnek a történetét mindig írják. Nem biztos, hogy annyira dicső volt az, de a saját történetemet én éltem át. Ha valaki, én tudom, mi volt évek, évtizedekkel ezelőtt a saját életemben. Van összehasonlítási alapom. Tudom, mi volt régen, és tudom, mi van most. Hívő emberként rácsodálkozok arra a minőségibb életre, amit élhetek, ahol van újrakezdés, ahol van bocsánat, ahol van mindent felülíró szeretet. Vajon melyikünk ne gondolkodott volna már azon hívő emberként? Hogy hogyan alakulhatott volna az életem, hogyha hamarabb megismerem Jézust? Vajon ugyanannyi bukást, zsákutcát tapasztaltam volna meg? Hogyan alakultak volna az emberi kapcsolataim, ha azokat hamarabb tudtam volna a jézusi tanítások mentén megélni? Sokszor hallottam ezt kedves hívő testvérektől, bárcsak hamarabb rátaláltam volna Istenre, az egész életem másképpen alakult volna. Az egész olyan logikus, emberileg, mivel nem tudunk a jövővel számolni, csak azt tudjuk megállapítani, hogy a múlt sokkal jobb lehetett volna ezekkel a tapasztalatokkal, ezzel a tudással, amink most van, szóval jöjjön az újra töltött múlt. De jó lenne a ma tudásával élni újra az életünket. Nos, talán így már érthetőbb ez az előbbi önellentmondásos mondat, hogy legyen minden olyan, mint régen, csak sokkal jobb. De ugye már kezdjük érezni, hogy a kettő üti egymást. A két része a mondatnak üti egymást, hát ha jobb, akkor az nem olyan, mint régen. Ha régi, az már nem lehet jó, mert közben a körülmények megváltoztak. Ősi, mély, emberi vágy fogalmazódik tehát meg a tanítványokban, amikor felteszik a kérdést Jézusnak, Uram, nem most fogod helyreállítani Izrael országát, visszaállítani Izrael királyságát? Érthető. Érthető, hogy amit Jézustól láttak, ők azt csak az ismert kereteken belül voltak képesek értelmezni, felfogni. Azzal az erővel, amivel Jézus legyőzte a halált is, pikpak rendbe lehetne hozni a régi megkopott dicsőségét a nemzetünknek, gondolták. Nincs ebben a kérdésben rossz szándék, ugye értjük? De Jézus viszonylag érdes válasza azt üzeni számunkra is, hogy többről van itt szó. Olyan fontosságú és horderejű dologról van itt szó, ami nem szorítható le vagy be egyetlen nemzet keretei közé sem. Jézus így válaszol nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Lehet, hogy Isten szándéka újra visszaadni a régi dicsőséget Izraelnek. Lehet. De az is lehet, hogy nem ez a célja. Lehet, hogy jó lenne a mai tudással újra élni a múltat, de az is lehet, sőt, az biztos, hogy ezzel a tudással, tapasztalattal, ami mostanra megvan nekem, a jelent érdemes élni, és ezzel a jövőt alakítani. Lehet, hogy Istennek csak Izraellel van célja. Ki tudta ezt akkor még megmondani? De az is lehet, sőt, mi már tudjuk, neki ennél sokkal átfogóbb terve volt. Jézus nem csak a zsidókért járta végig a megváltás fájdalmas, de dicsőséges útját, hanem az egész emberiségért. De akkor ezt még honnan tudhatták volna a tanítványok? És amikor mi megtértünk, honnan tudtuk volna, hogy hogyan fog alakulni a holnapunk, az életünk? Nem tudtuk, csak a hitünk volt, hogy Jézussal élve jobb lesz. Ezért a hívő ember dolga nem az időkön való elmélkedés. Mert azt mi csak visszafele tudjuk megtenni, és ráadásul még csak meg sem tudjuk változtatni azt.
A hívő ember csodálatos lehetősége komolyan venni azt, amiről Jézus beszél a folytatásban. Lezár, de folytatja. Azt mondja, ellenben erőt kaptok. Amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Ellenben erőt kaptok, hogy tanúim legyetek. A múltba révedés helyett erő a jelenhez, és ezáltal a jövőhöz. Ez az isteni terv az ember számára. Jézus lezárja a múltat ezekkel a szavaival. És nem azért kell magunk mögött hagyni a múltat, mert abban minden rossz volt, hanem azért, mert elmúlt. De ha Isten bezár egy ajtót, akkor mindig ki is nyit egy másikat. És ez a másik ajtó a létezés egyik legnemesebb feladatára nyílik, tanúságtételre. Tanúim lesztek, ígéri Jézus a föld végső határáig. Tanúim arra, hogy amit felismertetek a jelenlétemben, az valóságos erőforrás a számotokra, még a legborzasztóbb üldözések és kínzások között is. Nem a múltat írjuk újra, hanem a világot változtatjuk meg tanúságtételünkkel. A világ egyik legcsodálatosabb lehetősége a tanúságtétel, mert ez feltételezi, hogy valamire oda szántam, oda szenteltem magam, és nem kényszerből teszem, amit teszek, nem egy területi képviselőként árulom a portékámat, amiben nem is igazán hiszek, hanem az életemet szenteltem oda egy ügyre, Jézus követésére. Ez az, amit nem lehet fél szívvel tenni. Ez az, amit csak úgy lehet tenni, hogy valami olyasmit ismer meg az ember, ami minden eddigi ismeretnél drágább és fontosabb lesz számára. És vajon lesz elég erőm nekem erre? Kérdezheted hívő testvérem. Jogos a kérdés, főleg a múlt alapján, de emlékezz, mit mond Jézus. Azt mondja, ellenben erőt kaptok. Ha készek vagytok előre tekinteni, újat kezdeni, és nem a régit akarni foltozgatni, akkor biztosan számíthattok arra, hogy erőt kaptok. Kell ennél biztosabb ígéret? Ebben benne van ugyanis a siker ígérete. Sikerülni fog, mert magadnál nagyobb ügynek szentelted az életedet, mert Isten ügyére szántod az életedet. Viktor Frankl írja egy helyen, ne akarj sikeres lenni. Minél inkább célul tűzöd ki a sikert, annál biztosabban elkerül. A sikert nem lehet üldözőbe venni, ahogy a boldogságot sem. A sikernek magának, mint egy mellékhatásként, önkéntelenül kell jelentkeznie, mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. Ez a kereszténység titka. Ez a válasz az elején fejtegetett gondolatra, hogy miért nem tűnt el a süllyesztőben Jézus és a benne hívők mozgalma. És hiszem, ez lehet a te és az én titkom is. Amikor azt tapasztalod, hogy már rég össze kellett volna omlanod a rád nehezedő súlyok alatt, de te mégis állsz. Már rég el kellett volna, hogy töröljék mindazt, amiben hiszel, és aminek tanúságtevője vagy, de még mindig, sőt, mindörökké állni fog. Mert egy magadnál nagyobb ügynek szentelted az életedet sok más tanúságtevővel együtt. Ezért azzal a mondattal fejezem be, ami így húsvét után főleg lehet a mi életünk, tervünk, céljaink központjában. Boldog, tanúságtévő életet kívánok neked. Így legyen. Amen. Imádkozzunk.
elemi erővel ragad meg minket, Istenünk. Ez a mondat, hogy ellenben erőt kapunk. Ellenben. Ha végre lemerjük zárni azt, ami mögöttünk van, és elmerjük hinni azt, hogy ami előttünk van, az olyan csodákkal kecsegtet, amit el sem tudunk képzelni. Ha végre már többé nem a múltba révedve próbáljuk újraírni azt, amit nem lehet, hanem azt lezárjuk, akkor ellenben erőt kapunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy tanúságtételre hívsz minket. Feltámadott Úrként velünk vagy életünk minden napján. Velünk vagy minden nehézségünkben, fájdalmunkban. Velünk vagy gyászunkban, velünk vagy örömeinkben. És mi tudhatjuk, hogy mi a te tanúságtévőid vagyunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy annyira bízol bennünk, hogy ránk bíztad a te ügyedet. Amiért te az életedet adtad, azt ránk bíztad, hogy adjuk tovább, hogy életünkkel és szavainkkal hozzád vonzunk embereket. Urunk, add, hogy boldog tanúságtévőid lehessünk életünk minden idejében, akármit is hozzon a jövő. Amen.